Néhány hónapon belül megkülönböztető emblémát kapnak azok a gyógyszertárak, amelyek szűrik a veszélyes étrend kiegészítőket, és csak megbízható készítményeket forgalmaznak, tudva lévő, hogy sok a veszélyes, az egészségre káros készítmény a piacon. Több patika belép a veszélyes étrendkiegészítők kiszűrését célzó önszabályozó rendszerbe, közölte a Magyar Gyógyszerészkamara elnöke nemrég. Ezzel garantálni tudják, hogy a megkülönböztetett jelzéssel ellátott patikákban kizárólag olyan étrendkiegészítőket forgalmaznak majd, amelyekkel összefüggésben az ellátási lánc összes szereplője, a gyártótól a kereskedőig vállalta, hogy teljesíti az önszabályozó rendszer követelményeit. A Gyógyszerészkamara tapasztalatai szerint nem ritkán rossz minőségben állítják elő, vagy hamisítják az étrend kiegészítőket. Ezek a termékek pedig egészségi károsodást okozhatnak. Továbbá probléma, hogy a magyar fogyasztók az étrend kiegészítők több mint egyharmadát patikán kívül szerzik be, miután Magyarország belépett az Európai Unióba, a korábbi engedélyezési eljárást olyan rendszer váltotta fel, amely mindössze egyetlen bejelentési kötelezettséggel jár, így könnyebben és gyorsabban lehet termékeket piacra juttatni. Ezért egyre gyakrabban jelennek meg a forgalomban a nem megfelelő minőségű és nem biztonságos termékek. A témát folytatjuk itt a stúdióban, dr. Szalcman Marianna megyei tisztifőorvosa vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlök meg! Ez egy nagyon friss információ és egy nagyon friss megállapodás a szakmai szervezetek között, hogy azokat a patikákat, azokat a gyógyszertárakat, ahol biztonságos étrendkiegészítőket, vitaminokat forgalmaznak, egy emblémával fogják ellátni. De hogyha ezen egy kicsit túllépünk és túlmutatunk, akkor ez egyértelműen az emberek, a fogyasztók szempontjából fontos és lényeges, hogy olyan készítményekhez jussanak hozzá, ami egyébként az emberi szervezetre nem ártalmas. Tisztifőorvos asszony, lehet találkozni patikákban is olyan készítményekkel, ami ártalmas lehet ezek szerint? Hát lehetett volna találkozni, de szerencsére itt nálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a főgyógyszerésze azért nagyon figyelt arra, hogy lehetőség szerint olyan készítmények jussanak be a patikába, ami azért legalább a gyártóig, a forgalmazón keresztül el tud jutni. De most igen, tehát a 2004-es ESCM rendeletek között van kettő, a 36-os, 37-es, ami a étrend kiegészítőkről és a speciális célú táplálkozási célú élelmiszerekről ad tájékoztatást. Hát az egyik, ami az étrend kiegészítőkről szól, az gyakorlatilag mik az étrend kiegészítők, azok olyan élelmiszerek, amik koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat, és egyéb táplálkozási és élettani hatással jellemző anyagokat. Na most ezek között leginkább a vitaminok vannak és az ásványi anyagok, illetve egyeknek a vegyületei. A másik, ezek a speciális célú ugye, élelmiszerek, ezek már azért egy kicsit különböznek, habár a szabályozás az nagyon hasonló rájuk. Itt gyakorlatilag itt vannak a tápszerek, a gyerekeknek szánt anyatejpótló tápszerek, itt vannak más gyógyászati célú tápszerek is, de gyógyszernek nem minősülők. És itt vannak olyanok is, amik például gluténmentes étrendet szolgálják, vagy kifejezetten kevesebb kalória biztosítására szolgálnak bizonyos esetekben. És van egy másik speciális csoport, ami viszont inkább a testtömeg növelésére szolgáló készítmények, illetve azok a dietetikus étrendkiegészítők, amik bekerülhettek ebbe a listába. Most igen, amit itt elhangzott a bevezetőbe, hogy ezeknek gyakorlatilag az első forgalomba hozatalnál kell bejelentési kötelezettséggel élni itt az Európai Unióban. Azaz ő bejelenti, akkor bemutatja a dokumentumokat, amikkel igazolni tudja az összetételét a készítménynek, és utána mi gyakorlatilag ezeket a készítményeket már elfogadjuk. Tehát, hogyha ide az országba behozzák ezeket a készítményeket, akkor ugye az ÖGYEI-nek jelenti, de az ÖGYEI a jelentési kötelezettségének miután eleget tett, ezért gyakorlatilag beengedi az országba. Tehát nem feltétlen vannak laboratóriumi vizsgálatok a gyógyszer
készítménynek az összetevőivel tekintetben. Miért lehetnek ezek veszélyesek az emberi fogyasztás esetén, vagy mikor lehetnek veszélyesek, vagy milyen készítményekre gondoljunk leginkább? Igen, tehát mindenképpen veszélyesek lehetnek. Ezek azért is lehetnek veszélyesek, mert míg egy gyógyszer az keresztül megy mindenféle vizsgálaton. Ami azt jelenti, hogy ugye természetesen az állatokon kipróbálják, aztán az embereken is különböző, hát aki erre a célra úgy szóván hagyja, hogy kipróbálhassák rajta keresztül, és vállalkozik rá, és jelentkezik egy-egy ilyen felmérésen, azokon keresztül azért felmérik a gyógyszernek a hatásmechanizmusát, és úgy kerülhet forgalomba, hogy már kipróbálták. Tehát már van egy viszonylag nagy tömeg később, akiken a próbálkozások megvannak. Így is megvan esetleg gyógyszernél is, hogy mellékhatások jelentkeznek, és a gyógyszereknek általában van mellékhatásuk, az egy gyógyszer. Én egyébként gyógyszert sem hagynám, hogy reklámozzanak, azért sem, mert a gyógyszernek ott van a mellékhatása, reklámozni úgy lenne szabad, hogy megmondom, hogy mire van, és utána soroljon fel a mellékhatást. Hogy mi minden mellékhatást felsorolnánk, nagy valószínűséggel kiderülne, hogy nem is akarom én ezt a gyógyszerbe venni. Tehát akkor sokkal kevesebb függő ember alakulna ki, egyébként a gyógyszerfüggőség is nagyon Magyarországon. De ezek még ezen át sem mennek, ezek a készítmények ezen a kipróbáláson. Természetesen, hogyha nem annak megfelelő az összetételük, ami éppen rá van írva, akkor ugyanúgy okozhatnak kárt és bajt is. Miben fog változni a helyzet tehát? A helyzet azért abban fog változni, hogy akkor, amíg az emberek itt most nagyon gyakran megvettek, akár mondjuk interneten keresztül igényeltek ilyen étrendkiegészítőket, addig most tudjuk, hogy ki volt az, aki a gyártó, pontosan utána lehet nézni, és nagy valószínűséggel ezek, amik már bekerülnek a gyógyszertárakba, ezeket már az OGI-be is vizsgálta, ezeket a készítményeket. Tehát még egyszer átmentek már azokon a vizsgálatokon, amik megfelelőségét bizonyították. Ez egy fontos kérdés. Komolyan veszük mi fogyasztók, vagy mi emberek ezeket a tényeket ezekről az étrendkiegészítőkről, hiszen tudvalévő az is, hogy vitaminból is van egy jellemző túlfogyasztásunk, a mindenféle teákból, fogyasztószerekből, stb., és azzal nem vagyunk tisztában, hogy ezeknek a tartós vagy hosszantartó szedése milyen egészségkárosodáshoz vezethet. Van egy-egy extrém vagy kirívó eset minden évben, meg halála a végződő eset is, de úgy látszik, hogy még inkább fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy csak biztonságos helyről és biztonságos készítményeket szedjenek. Hogy mondjam azt, hogy a C-vitaminnál, és ugye vannak emberek, akik szinte állandóan fogyasztják a C-vitamint, nem tesznek jót vele, azt is akkor kell fogyasztani, amikor esetleg olyan élethelyzet alakult ki, hogy a szervezetnek nagyon mennyiségre van szüksége. Egy influenza járvány idején természetes megnő az igény. De ez se feltétlen állandó szedni, az is akár vesekövességet okozhat, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy vízben oldódó vitamin, és elvileg a vizet előről. Ennek ellenére ugye lehet ennek is ilyen jellegű következménye. De igen, hát ezekről a készítményekről azért úgy általában el szeretném mondani, hogy az, ami most bejön forgalomba, arról esetleg évtizedek múlva derül ki, hogy bizony lennének ennek káros hatásai, akár teratogén, akár karcinogén hatás, és azok nem jelennek meg azonnal, tehát azok nem toxikus hatások. Mit jelentenek ezek? Ilyen a teratogén hatás az azt jelenti gyakorlatilag, hogy az újszülöttre és a magzatra hatást gyakorol a készítmény. Hát ilyen volt annak idején a talidomid, ami kifejezetten egy nyugtató volt, amit adtak ugye terhes anyukáknak is, és aztán megszülettek a gyermekek végtag rendellenességgel, és bizony ez azért maradt mindenki számára, hogy mit okozhatnak, akár gyógyszerek is. És azt, hogy okoznak-e esetleg karcinogén hatása, tudjunk olyan élelmiszert, amiről tudjuk már, hogy esetleg lehet karcinogén hatása, tehát daganatkeltő hatása, ezek akár a füstölt élelmiszerek, és ezért kell óvatosan bánni velük, szeretjük, kismértékben talán fogyaszthatjuk is,
de azért el kell mondjuk, hogy a karcinogénnek nincsen alapvető minimális dózisa, akármikor okozhat daganatot. És akár ilyen készítményekben is fellelhető lehet, vagy egy másodlagos hatást? Akár ilyen készítményekben is fellelhető lehetnek ilyen jellegű dolgok. Nem beszélve róla, hogy egyszerű gyógyszereknél, mint akár aspirin, amire tudjuk, hogy az fekét okozhat, az is egy daganatnak a kiinduló pontja is lehet a későbbiekben, pláne amennyiben még karcinogénekkel találkozik az ember. Az elijesztés amiképpen nem volt a célunk, de a figyelem felkeltés mindinkább. Köszönjük szépen, tiszti főorvos asszony, itt volt nálunk. Köszönöm szépen.